Üresen kangó polcok egy budapesti nagyáruházban, a képeken látszik, hogy a tészta, a rizs és más szárazáruk is elfogytak az üzletből, az egyik fotón pedig még egy szájmaszkot hordó vásárló is feltűnik. Szerdán délután kerültek fel a képek a Facebookra, a feltöltő azt írta alájuk, hogy a koronavírus miatt mindent felvásároltak a vevők. Ugyanaznap néhány órával korábban a Kereskedelmi Szövetség főtitkára még azt nyilatkozta, hogy a jelenség egyelőre nem országos, viszont vannak területek, ahol már érezhető a tartós élelmiszerek iránti meg. Az eddigi információk szerint, és az országos szinten összesített információ a nagy üzletláncok körében, kiugráló forgalom megugrás nem tapasztalható egy-egy árucsoportban. Ugyanakkor hozzánk is eljutnak olyan információk, hogy szorványosan lehet tapasztalni azt, hogy egyes vásárlók a szokásosnál többet vásárolnak. Vasárnap kerültek fel ezek a felvételek Olaszország második legnagyobb példányszámú napilapjának YouTube csatornájára. A videó nem sokkal azután készült, hogy Milánóban a koronavírus megjelenése miatt elrendelték a múzeumok, a dóm, az opera, valamint a bárok és az éttermek zárvatartását. A Magyar Kereskedelmi Szövetség elnöke azt mondja, idehaza egyelőre van elég élelmiszer, ezért senkinek nem javasolják, hogy otthoni felhalmozásba kezdjen. Az élelmiszerek zöme 80%-a hazai eredetű. Élelmiszeriparnál tehát a rendelkezésre állnak a kapacitások. Nyilván számszerűen erőre vetíteni nem lehet semmit, ez az egészségügyi helyzet változásától függ. Egy biztos, hogy ma nincs sok pánikra a boltban sem, tehát mi nem javasoljuk senkinek, hogy most neki álljon készletezni, bevásárolni. A Kereskedelmi Szövetségnél egyébként arra számítanak, hogy a karácsonyi vagy a húsvéti bevásárlási roham mértékét sem éri majd el a koronavírus miatti hazai élelmiszerigény.